Közösen a miskolciak véleményére alapozva újítaná meg a városvezetés a díszteret. Csütörtök délután helyszíni fórumot tartottak a régóta elhanyagolt belvárosi téren. Ötleteiket szakemberekkel osztották meg a környékbeliek. Kérdésként merült fel például a Szökőkút és a Kaszkó felirat sorsa és az, hogy milyen funkciót kapjon a tér. Simon Gábor a terület önkormányzati képviselője szerint fontos, hogy olyan helyet alakítsanak ki, amit használnak az emberek és örömüket lelik benne. Közös ötletelés a Szökőkút medencéjében. Víz már régóta nincs benne, ugyanis évek óta nem üzemel a különös alakú, monumentális kompozíció. A Szökőkút sorsa is téma volt a csütörtök délutáni helyszíni fórumnak, amelyen a miskolciakkal közösen vitathatták meg a szakemberek, hogy mi legyen a már régóta leromlott állapotú dísztérrel. Burkolatokkal kapcsolatban is több kérdés felmerült. Egyrészt, hogy ez a gyephézagos betonburkolat részben megmaradjon-e, ugye ez egy stabil burkolat, bár ha megmarad, akkor ugye ez nem lesz túl újszerű, bár valamilyen szinten felújítható és felhasználható. A cél egy modern, látványos tér, ami a fiataloknak is vonzó. Erről a dísztér felújításával megbízott tájépítész beszélt. Kérdések merültek föl, hogy a fiatalok mit szeretnének, tehát miért jönnének ide, milyen utcabútorokat szeretnének-e mondjuk parkour elemeket, kültéri csocsót. A részvételi program keretében több témában már zajló közösségi tervezés folyamatához hasonlóan igyekeznek bevonni az embereket a Miskolc Értet Fejlődik projektbe is, ami a városrészi központok felújítását célozza. A terület önkormányzati képviselője szerint a díszteret úgy érdemes kialakítani, hogy valóban használják majd az emberek és szeressék is. Egy üres térnek nincsen semmilyen értelme. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen sok fiatal is eljött, hiszen a közelben található iskolák, itt elsősorban a Herman vagy az Zrínyi gimnáziumra gondolok, az egyszerűen adja magát, hogy egy olyan tér legyen, amit a fiatalok is szeretnek majd. Tehát tulajdonképpen ez a Diák-sziget koncepció, amely ez idáig felmerült, a számomra rendkívül jónak tűnik és támogatható. A most begyűjtött ötleteket a szakemberek megvitatják és beleszövik a tervekbe, a kivitelezést pedig területfejlesztési pályázatból valósítanák meg.